Maszkokkal az arcukat eltakarva érkeztek hétfőn reggel az érettségire a Debreceni Egyetem Kossuth-Lajos Gyakorló Gimnáziumának és általános iskolájának végzős diákjai. A következő hetekben az országban összesen 1144 helyszínen, várhatóan mintegy 84.300 középiskolásat számott tudásáról, a kormány döntése értelmében a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, ezúttal csak írásban, május 4-e és június 21-e között. A középiskolák, így a Debreceni intézmény is az előírt egészségvédelmi óvintézkedések betartásával szervezte meg az érettségi vizsgákat. A diákokat az intézménybe két bejáraton keresztül egymástól elkülönítve engedték be. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumának és általános iskolájának ötvégzős osztályában ebben az évben mintegy 159 diák tesz érettségit. A tanulók fele két tantárgyból is emelt szinten vizsgázik. A debreceni végzős diákok az utóbbi hetekben otthon készültek a vizsgákra. Azt mondják, a digitális oktatás és a szülői támogatás egyaránt sokat segített, így optimistán álltak a rendhagyó számonkérés előtt. Az első napon magyar nyelv és irodalom tárgyból vizsgáztak. Bizakodó vagyok minden, minden szempontból, bár nem a magyar a kedvenc tantárgyam, finoman szólva, azonban nem voltam belőle nagyon rossz Szóval. szóval Főleg az első két feladatra közel max. pontos végeredményt várok. A harmadik részre a novella elemzés vagy versetelmezésre az már egy másik kérdés, de azért az is minimum egy... 80%-nak ki kell jönni a végén. Futóni Monori Edit a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának igazgatója. Stábunknak elmondta, minden vizsganapra megszervezték a megfelelő óvintézkedéseket a diákok, a tanárok és a munkatársak védelme érdekében. A Debreceni Egyetem fenntartóként biztosította a maszkokat és a fertőtlenítőt az iskola számára, az intézmény munkatársai pedig a biztonságos ki- és bevonulást segítik. Természetesen, ahogy most is reggeli órákba segítettek az egyetem őrzővédő szolgálati szakemberei, a kivonulást is fogják segíteni itt a parkolóban, ahol most állunk, bent pedig a kollégáim fogják segíteni, hogy ugyanilyen rendben tudjanak ki A következő napokra pedig ugyanúgy minden nap takarításunk van, feltőtlenítésünk van, és utána pedig megfelelően bezárjuk az osztálytermeket, és így várjuk ismételten a gyerekeinket minden áldott nap. A diákok kedden matematika tudásukról adnak számot.